a mindenható örök Isten áldja meg és szentelje meg ezen keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 75 esztendeje annak, hogy Bátaszékre érkeztek a Bácskából menekülő székelyek és találtak új hazát maguknak. Most újabb lépés következik azzal, hogy megépülhet a közösség háza. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében azt mondta, az elmúlt 10 esztendő arról szólt, hogy a határon túli magyarok is teljes jogú állampolgárok legyenek Magyarországon. A nemzetpolitikai államtitkárság kiemelt rendezvényként kezelte az idei bátaszéki eseményt. Nem csak a múltra akarunk emlékezni, hanem a jövőbe is tekintünk. Ezt bizonyítja az, hogy egy új székely tájházat, illetve egy székely házat akarnak építeni a józsefalvi székelyek itt Bátaszéken. Emögé a kezdeményezés mögé állt be a nemzetpolitikai államtitkárság, ezt tudtok támogatni, és nagyon reméljük, hogy egy év múlva szintén a józsefalvi búcsú emlékére, vagy napján, augusztus 20-án át is tudjuk adni ezt a gyönyörű házat. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke arról szólt, igazi haza ott van, ahol házat épít az ember. Ezért van ennek a háznak is különös jelentősége. És ezért örülök, hogy itt is egy hazát, vagy egy házat építenek, mert úgy gondolom, így teljesedik ki az életük, így találnak örömet, ugye ez a közösség is, és bízom benne, és hát mindent a szövetség, Bukovinai Székelyek Országos Szövetség megtesz, hogy tényleg egy olyan értéket képviseljen ez a székelyház is, mint amilyen értéket számtalan helyen ugyanúgy hasonló épületek hordoznak magukban. Bozsadik Róbert polgármester arról beszélt, a város közösségében meghatározóak a székelyek, így a céloknak is közösnek kell lenniük. A város, amennyiben igényli a Székely Egyesület, minden segítséget meg fog adni. A néhány perccel elhangzott dátum, azaz 2021. augusztusára ez a székelyház idézve a régi idők emlékét átadásra kerülhessen. A bátaszéki székelyek a házátadása és a letelepítés évfordulója mellett megünnepelték az idén 50 esztendős énekkar tevékenységét is.